Nem hiszem, hogy az ellenféllel kell most foglalkoznunk, nekünk a saját játékunkra kell odafigyelnünk. Sokszor hallott sportvezetői mantra, ezúttal Thomas Dolltól a csütörtöki Jelgava elleni Európa Liga selejtező előtt, ám a német ezt tovább fokozta. Az európai kupaporondon minden csapat képes futballozni. Tavaly is megkérdezték tőlem, hogy melyik bajnokság az erősebb, ez, az vagy a magyar. Idén nem törődünk ilyesmivel, csak saját magunkkal. Tovább akarunk jutni, és nem számít, mit játszik a Jelgava. Annyira azért számított, hogy Thomas Doll Lettországban megtekintse az ellenfél előző vesztes bajnokiát. Doll szűkszavúsága a közvéleménynek szól. A tervek szerint házon belül górcső alá veszik a közelgő ellenfelet. Ezen a héten ezt nagyon intenzíven majd nem be fogjuk pótolni, hanem erre még idő van most, hogy a lehető legjobban felkészüljünk belőlük. Ezen kívül ugye Priskin Tomival sokat beszélgettünk már róla, neki testközelből van tapasztalata ezzel a csapattal, ő sokat mesélt már róluk, és hát természetesen minden egyes pontjukra ki kell elemezni őket, és a lehető legjobban fel akarunk készülni belőlük. Priskin tavaly a szlovánnal 3-0-ás összesítéssel zúgott ki az EL selejtezőből. Ő egyike az 5 fradi újoncnak, akik közül többen komoly szerepet is kaphatnak. Hátul mindenképpen szükségünk volt belső védőre, és ott ugye Otikba érkezett, aki nagyon biztató teljesítményt nyújtott már most a Bejtár elleni edzőmérkőzésen is, és Fernando is középpályán ugye nagyon jó munkabírású labdával is ügyes játékos, úgyhogy szerintem ők ketten mindenképpen nagy segítségünkre tudnak lenni már most. Hajnal Tamás azért sem említhette Bőle Lukácsot, mert a Romániából érkezett középpályás sérülése miatt alig találkozhattak edzésen. Pedig Bőlének tavalyról már van hasznos Európa Liga tapasztalata. Nagyon élveztem azt a találkozót, még amit a románokkal játszottam ugye a Hajdúszpit ellen. Ilyen meccsekre van legtöbb szükségünk minden csapatnak szerintem, mert nagyon kiélezett küzdelem volt, nagyon sok volt a néző, úgyhogy nagy volt a szurkolás, és hát igazából nem sokon múlt, hogy mi jussunk tovább. Remélem, hogy az új játékosok segítenek majd. Néhányan az újoncok közül kezdeni is fognak. Egy nappal a meccs előtt pontosan látni fogjuk, ki milyen formában van. Én ugye két napja úgy tértem vissza a csapatba, úgyhogy hát remélem azért, hogy kapok lehetőséget, de hát meglátjuk tényleg. Meglátjuk, mi lesz csütörtök este a Groupama Arénában. A legjobb eredmény pedig, hogy ne lőjön gólt az ellenfél, és mi szerezzünk kettőt, az nagyszerű lenne.